Mai napon egy piszikét a következő témához menjünk neki. a Mit jelent a szentségimádás. imádás? Látom a buzgóságot, hogy sokan jó szándékkal elmennek szentség imádásról, és mintha semmi gyümölcse nem lenne. Mi ez, hogy szentség imádás? Ugye az Ószövetségben már ott a parancs, Uradat Istenet imád. Mit tesz imádni? Amikor ez a parancs megfogalmazódik a választott nép fele, akkor egy vándorló nép, ugye a sínai hegynél kapjuk ezt a parancsot, egy horda, amihez sok más náció is csatlakozott, és ami megkülönbözteti majd őket a környező népektől, hogy ellenállnak minden másféle istenségnek abban a belső meggyőződésben, hogy az Úr az Isten, Jahve az egyedüli élő Isten. Imádni, csak az Istent, az élő Istent lehet. Ajszom, akiben van hívő érzékenység, bosszantja ez a pongyola stílus, mindent imádunk, imádjuk a fagylatot, a pörköltet, én nem tudom mit. Ostobaság. Imádni az élő Istent lehet. akkor tartozunk az Istenhez, hogy csak őt imádjuk. Se a gyerekünket, se a szerelmünket. Lehet szeretni, ízlik az étel, de nem kell imádni. Ez egy az imádás szónak egy olyan, olyan degradálása, lejárotása, emiatt is értéktelenné válik a szentségimádás. Vigyázzunk a magunk hétköznapi nyelvére. Legalább mi, akik itt vagyunk, ne imádjuk a fajtlaltot. örüljünk a jól esik. Az imádás, az adoráció, és se tudtam, utóbb valami okos könyvből olvastam ki, hogy az adoráció szó az adósz, a szájhoz emelt kezet jelentette. Pogány vallásból jussultuk meg ezt a szót, hogy adoráció. A pogány, ha a bálványt meg akarta csókolni, nem tehette, mert a kezét adósz, oda kellett emelni az ajkához, mert én nem érinthetem meg a bálványt, mert a bálvány távol van tőlem, nagyobb, mint én ebből az ad ózból jön ki nyelvi változások során az adoráció szavunk. Az adoráció, ugye a szent, nagy szenterész, amikor beszél az imádságról, meg az imádástól, akkor volt egy ilyen szabály, az első szabály, hogy mielőtt imádkozol, helyezd magad Isten jelenlétébe. Valamelyik öreg szerzetestől hallottam még fiatal papkoromban, hogy mikor novíciusok voltak talán, a novisz mesterük, ugye a latin imádság kezdés, adjutórium in nomine domini, azt mondja, ezt negyed óráig mondtuk ki. Adjutórium segítség, ami Urunknak, Istenünktől. Ezt negyed óráig mondták ki. Csak hogy Isten színe elé helyezzük magunkat. Ez az adoráció. Testék, mi, mi hogy mondjam, megveregetjük a válunkat, hogy imádkozunk. de nem vesszük észre, hogy nem mi teszünk szívességet, hogy imádkozunk, hanem Isten, hogy imádkozhatunk. Azt hiszem, nem mondok rossz, az öreg cserháti püspök úrhoz szoktak jönni az osztálytársai. És egy más világ volt azért, ő 14-es születésű volt, és arra emlékszem, hogy jöttek az osztálytársok, és addig le nem ültek, míg az öreg püspök nem mondta, mi nem ültök le. Tudták azt a tiszteletet, még a vendéglátó nem mondja, hogy foglaljatok helyet, addig nem szabad leülni. Osztálytárs volt, velük, egy, velük együtt kündzizett a tanárokkal szembe, de azért ott most püspök. Később Jóskának mondják, de nem ültek le addig, még a gazda nem mondta azt, hogy foglaljatok helyet. Az adoráció valahol ez. Ad ósz. teszem az ujjamat az ajkam elé. És mi nehezíti az adorációt, és mi könnyítheti ami nehezítheti maga a bűn. Tehát bűnös lélekkel nem lehet Istenhez közelíteni. Út életemben egy csomó olyan keselves példa, akivel találkoztam, akkor a férj mondjuk csalja a feleséget, és kéveszám viszi haza a virágot a feleségnek, hogy eltakarja a bűnt. Néha így vagyunk az Istennel is. Nagy gesztusokat használtunk, de ha egészen más irányba megyünk, tudunk-e imádkozni? Imádni. A bűn, a haragot hordozunk a szívünkben. A legfőbb parancs mégiscsak a szeretett parancs. Ezek nem segítik a szentségimádást. Mert éppen ezekkel a hiányainkkal szembesít a imádás. Az adoráció. Ad És ami lendíthet a szentségimádáson, az a bizalom lelkülete. A bizalom lelkülete. Ahhoz szoktunk segítségét folyamodni, akiben bízunk. A piszi gyereknek ez az ösztöne nem. Idegen jön be a szobába, gyorsan bujik az anyaszoknyája alá. ő benne bízik, az idegenben nem bízik. Valami ilyesmi az adoráció, a szentség imádás. Aztán valamit hadd mondok még. A szentség, az oltári szentségnek csendje van, mondja valamelyik lelkiíró. Ezekre nem szoktunk figyelni. Az ultári szentségnek atmoszférája van. Jó, Benedek pápánk is magyarázza, hogy az ultári szentségben jelen van a teremtés előtti csend. Tele van a, benne jelen van a Betlehemnek a csendje. A gyerek születésénél ott van a fölsírás, de ott van az elcsendesedés is. Az ő halálának a csendje kilehelte lelkét. A feltámadásnak a csendje. Az oltári szentség, szeretném idézni azt a képet, olyan, mint a nagyító mondja, az egy teológus, nagyító az egyszerre összegyújt, nagyít és kicsinyít, fókuszálja a nap melegét. Gyerekkorunkban élveztük, az indikót megfüstöltettük. Hogy mélységes titok az oltári szentség. A szentség imádás, testvérek, az nem cselekvés. Nem ima szövegek kilószámvaló fölolvasása az Úristennek csend. Belekerülni ebbe a csendbe. Ebből a lármás világba. Vannak emberek, hogy jönnek hozzám, és előbb jönnek talán, és bemennek ide a kápolnába, és jönnek ebből a csendből. A csend, az van. Az eukarisztiánok csendje van. A teremtés előtti csend, a megváltás csendje, a halálnak a csendje, és a nagy szombatnak a csendje, meg a húsvét csendje. Belekerülni a csendbe. Ez a szentségimádás. Szeretem Jó Benedek pápának a szavát idézni, aki azt mondja, hogy a szentségimádás nem más, mint időzés a jelenlétbe, hogy a jelenlét betöltsön bennünket. szerelmeseket szeretem idézni. Amikor együtt tanulnak egyetemistaként, és tényleg tanulnak, de örülnek egymás jelenlétének. A jelenlét fölötti öröm, amikor a jelenlét betölt bennünket, az ő jelenléte, ez a szentségi mádás. Tisztelt, a szentségimádást el kell kezdeni, a Deoszin auditorium, mint tende, mondjuk negyed, negyed óráig kimondani, ezt csak mondom, álmodok. És kell csend utána is, hogy a csend, ami létrejött, ez a teremtés előtti csend, a megváltás alatti csend elmélyüljön bennünk. Csak pár gondolat ezt, testvéreim. Itt van egy gazdagságunk, az oltári szentség, ami tényleg a sajátunk, és nem élünk vele. gazdagság. Merjünk élni ezzel a gazdagsággal. Próbáljuk ezt a csendet keresni, meghallani. Emlékszem, egy papkolléga lelki gyakorlatot tartott ifjúságnak, Püspök Szent Lászlón is elküldte az ifjúságot, most menjetek el ki az erdőbe, és figyeljétek meg, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy csendetek legyen belül. Sok idő kell hozzá. Ami imáinkból ez a csend hiányzik. A jelenlétnek a csendje. És az adorációnak, az adósz féle csendje a távolság és a közelségnek az egyszerre való megsejtése. Amen.